Sziasztok, rossz csontok! Hermit hung vagyok. Képzeljétek el egy 8 éves gyereket. Azt hiszem 8, igen. Semmit nem tudtam a világról, egy taná éltem elzárva a világtól, ahova a városból költöztünk. És... Egyszer csak a kezembe került egy 80 dekás könyv, hanem volt egy kiló. Nagy indián könyv, J.F. Cooper. Vagy Cooper, vagy nem is tudom, akkor egy magamban hogy olvastam ki. Amikor megtudtam, hogy James Fenimore, nem is értettem, mi a fene, az a Fenimore. Na mindegy. Szóval kezembe került ez a könyv, és nagyon csodálkoztam, hogy ilyen vastag lehet egyáltalán egy könyv. Nagy böhöm dögött, képzeltél tényleg? Tehát ott ez itt dimenziók vannak. És pont egy ilyen példány, ilyen akkor már ütött-kopott, ilyen ö, szövetgerincű, szétjövős példány volt nálam. És én ez bizony 8, mondom, nem voltam még 900 biztos, én elkezdtem kiolvasni. Ez 951 oldal, sosem felejtem el, mert szerintem többször elolvastam, amit egyszer a saját ujjaimat láttam. Ö, akkor még könyvhiányban is szenvedtünk, úgyhogy nem nagyon volt mit olvasni, és nagyon jó volt olvasni. Nagyon, úristen, de jó volt olvasni. Egy olyan másik világ, amit nem értettem. Honnan tudtam volna, hogy a mi indiánjaink a rossz indiánok, és az ő indiánjaik a jó indiánjaik, indiánok, ugyanis ugye, ugye hibeli szereplő, e, ugye a, az amerikai függetlenség háborúban a franciákat segíti. A franciákat. És a bocsánat, bocsánat szó, az angolokat segíti a franciák ellen, holott az angolok ugye nem akarták tartani az Egyesült Államokat, mint e, saját kis tulajdonukat, úgymond és saját kis gyarmatot, na mindegy, és ott a franciák meg segítették, de az én szememben a gonoszok voltak a franciák, és rohadjon meg az összes irokéz, amiért bántani mertik a könyvszereplőit. Nem nagyon értitek, nem baj. Szóval, van nekünk egy Netti Bampunk, vagy Nathaniel Bampunk, akit ugye végig nem így hívnak a könyvön, hanem ugye vadölő, meg sólyomszem, meg, meg, meg trapper, tehát, tehát ilyen mindenféle nevei vannak, az a lényeg, hogy itt egy ember felnőtté vagy férfivé válását, megöregedését és halálát követhetjük végig. Azon a vadre, abban a vadregényes Amerikában, ahol nem elég külön kaland, külön kihívás belevágni az ismeretlenbe, törni, elölni, letelepedni, földet művelni, háborúzni, vadászni, családot alapítani, a sárból házat emelni, és koszos kenyeret vagy húst tenni, ha úgy van, vagy éppen nyulat vadászni az erdőben, hanem ezek előtt a, az úttörők előtt járva felderítő lenni. Értitek? Csúszni, mászni az, mászni az ismeretlenben, az igazi vadonban, ahová minden rasszizmik neki, ugye fehér ember még nem járt, ugye, ugye akkor Amerika még annak a, a mit tudom én, százmillió indiánnak a, a úgymond élőhelye és tulajdona volt, aki 100 millió indiánt az a, a, nagyon gyönyörű amerikai hadsereg, ugye majd mindegy szállik kiírtott, tehát az, ez most legyen egy másik beszélgetés témája. Na szóval ezen a vadregényes tájon, ez be, ebben az időkben játszódik az a történet, amikor, amikor a vadölőkénk a, az ember felnő férfi lesz, végig kitart az elej, elvei mellett, becsületes, hát hol gyöngét, hol karakán, hol kemény férfi, de végig megőrzi az ő gerincét, a tisztaságát, azt a mérhetetlen, tehát, úgymond európai gyökerekkel rendelkező ember létére teljesen átveszi az ottani kinti világot, és egy nagyon tiszta szellemi állapotban, egy nagyon egyszerű, konzekvens lélekkel megáldva végigéri úgy az életét, hogy azon a foltot az ő pecsületén, az ön gondok ő gondolkodásán semmi nem egy fantasztikus, tiszteletre méltó, és a megírása olyan csodálatosra sikerült, hogy engem, mint gyermeket teljesen álmulatba ejtett, és mivel, hogy álmodozásra és a valóságtól való elrugaszkodásra rendkívül hajlamos vagyok, ebből a bűvkörből én sok-sok évig nem tudtam szabadulni. Hogy én mennyire sírtam szinte, úgy belülről biztos, hogy meghalt például Hetti Hatter, meghalt Unkasz. Tehát én, én ezektől olyan rosszul voltam, hogy, hogy úristen, hogy az öreg csingacsguk magára marad, és a fiát el kell temetnie, és kihalnak a teknős fiai, a Delaware indiánok. Te... na, ti is találkozhatotok ezzel a könyvvel, ugye, ha más nem filmben, az utolsó Mohikán, ami ennek az öt részes sorozatnak a második darabja, ugye előtte a fordölő. Szóval, nem értettem, hogy miért nem veszi el például Netti Mabelt, vagy, vagy tehát miért kell egész életét nő és feleség nélkül leélnie hogy ez az életforma ez nem, nem engedi meg azt, hogy ő nővel éljen, nővel foglalkozzon, hogy a legkeményebb csatákban is kikerül ha havesztesen, de mindig, mindig egyenes gerincel, kőkeményen, fogát összeszorítva, hogy a gondolkodásából nem enged, hogy ember marad tűzön vízen át. Öh. Ilhetetlen azok a kalandok, ahogy a, a, az indiánok összecsapnak és, és féltik a becsületüket, hogy nem azért nem akarnak veszíteni egy csatában, mert meghalnak, hanem azért, hogy a skalpjukat ne vihesse el az ellenfél hiszen az mekkora megszégyenülés. Tehát itt olyan értékrend van, hogy hogy, hogy, hogy amikor a, a, a fiatal fiatalembert elnevezik édesvíznek, mert szere, jobban szereti a te, tavi nyugathajózást, hajózást az óceáni és tengeri. Ö, ö, háborgó vizeknél, amit gyerekkoromban is azt mondom, hogy te édes víz, senki vagy. A legnagyobb víz, amit láttam, az egy lavurvíz víz volt, értitek, meg egyszer talán a Balaton. És így felnőtt fejjel meg én is azt mondom, hogy mennyire igaza volt, mennyire jobb az édes vízben fürödgelni. Na mindegy, tehát szóval olyan, olyan élményeket adott ez nekem ez a könyv, annyira elragadott abba a vad, vad, vad világba. Egy, egy másik embernek a gondolkodásába, ahol kőkeményen ki kell állni az elveinkért. Ő ez majdnem olyan volt, mintha azt mondtam volna egy, egy vajettörp. De még őtőle is keményebb abból a szempontból, hogy minden percben a túlélésért harcol, minden percben új vadregényes területekre megy, önzetlenül másokat segít, önmagának semmit nem meg nem tartva, a jó puskáján, a vadölőnek kívül, ugye, amivel hihetetlen nagy távolságokra lehet lőni, és a korabeli puskáknál mennyivel jobb és pontosabb. Jaj, komolyan, ez, ez a világ engem ugye el tudott mindig ragadni, és és tudjátok, az a furcsa, hogy a könyv végére megöregszik, ugye mivel a fizikailag már nem fit, kezere meg szeme rossz, ezért ugye úgy lőni nem tud, csapdászásból tartja fenn magát, ugye. És, és tehát elmúlik, elmúlik, ha nem is dicstelenül, meg nyomtalanul, de semmi olyan nagyot nem hagyva maga után, semmi happy end, egyszerűen csak meg fog halni. Tudod, hogy meg fog halni az az ember, és meg is hal, barátai Persze megemlékeznek róla, amikor eltemetik, szeretik, kellemes emléket hagy hátra, de te benne van ez az elmúlás, hogy még ha ilyen életet élsz is, akkor is ugyanaz lesz a véget, hogy a sor sírban végzed, és mindezek ellenére sem bánsz felelőtlenné, gerinc te hanem ugyanúgy végigcsinálod a harcot és mindent megteszel annak érdekében, hogy az az ember maradja, ki voltál, a, úgy, helyek, úgy cselekszel, ahogy szerinted helyes, és, 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 szóval mondom, egy olyan erkölcsi bázis az én szememben, ahogy ha nem is fogod el mindig, fogadod el mindig az alapelveit, az irányelveit, a cselekedeteit, vagy, vagy nem is érted, főleg felnőtt fejjel, hogyha olvasod, akkor meg már ugye történelmi rátekintésed is van, illetve a hogy mondjam, teltünk, máshogy állna éppen az élethez, mint ő, de, de amikor úgy összességében megnézed a cselekedetét, arra jössz rá, hogy, hogy ez az ember, ez nagyon tudta, mit akar, kőkeményen végigvitte, és, és egy apró pici, ilyen foltot nem találsz a cselekedeteiben, amire rá tudnám mutatni, hogy fúj, ezt nem így kellett volna. És ha a halál közelében van, akkor sem változik a gondolkodás módja. Jó, mondjuk nem ugye, hogy itt van ezen a a indián fejem, mert ugye ez nem ő, de, de a, a hozzáállása, az élete, tehát, az, az mind, mind, tehát érezni rajta, hogy ez az indiánoktól eltanult keménység, ez a, ez, a, ez, a, ez a belső tartás, ez a, ez, a, ez, a, betonvas kemény gerinc, és le akar a Szóval mindamellett ezernyi történés van benne, több szálon mennek a cselekmények, megelevenednek benne tényleg cowboy filmektől elkezdve indián filmeken át a legjobb kalandok, a legnagyobb drámák, mondtam, két ember van, akinek a halál engem nagyon megrázott, és akkor mindig egy kicsit abba is kellett hagynom az olvasást, de minden, tehát a természettel való viszonya, az emberekkel való viszonya, az ismeretlennel való viszonya, mert ugye sokszor ő sem tudja mit, hogyan, merre, de mindig, mindig, mindig megoldja is. És, és, jön és megy. Más idők voltak, tehát nem volt ez a kényelem, nem volt ez a luxus, nem is számított neki. Egy nagyon egyszerű ember maradt. Szóval bele lehetett veszni gyerekként főleg, és, és hogy 8 és 12 éves korom között legalább ilyen 5 6 elolvastam, ebben biztos vagyok. Ajánlom nektek gyerekek. Tehát azért, mert engem megfogott, mert nekem ez volt a gyerekkora, azért mert puh, nagyon ki lehet szakadni a valóságból, úgyhogy ha úgy gondoljátok, olvassátok el. Jó? Aztán írjátok le ide szépen a megjegyzéseiteket, a gondolataitokat, a véleményeiteket, ugye öt könyv, tehát szét lehet bontani, egyesével is lehet olvasni. Öm. Szóval iratkozzatok föl, like, dislike jöhet és mindig véleményeket kérek a könyvről, jó? Köszönöm, hogy megnéztetek. Csövács, sziasztok!